Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra itt a csatornámon! A mai napon elhoztam nektek Elizabeth Fritzl történetét, amiről biztos vagyok benne, hogy már hallottatok, mert eléggé populáris uh, ügyről van szó. Viszont uh, miután hallottam erről az ügyről, nekem még voltak kérdéseim, uh, úgyhogy elkezdtem magamat beleásni ebbe az egész uh, szituációba, amit történt. És nagyon-nagyon sok ö, érdekes és új dolgot tudtam meg, úgyhogy ezért gondoltam, hogy szeretném feldolgozni nektek ezt a történetet, hogy hát, ha egy összetettebb képet ö, tudok nektek átadni, hogy mégis mi miért történt és mi hogyan. Ö, úgyhogy ezért gondoltam, hogy én is feldolgozom ezt a történetet itt a, a Youtube-on. Úgyhogy, hogyha titeket, akkor tartsatok velem. Szóval, József Stefan Fritzl Amstettenben, Ausztriában született 1935. április 9-én, és egyébként ott is élte le életét. Szülei József és Mária Fritzl voltak. Az apja nagyon hamar elhagyta, és az anyja nagyon báltalmazó volt, tehát ököllel verte, és szinte minden nap kék zöld foltok borították a testét. Az anyai nagyapja, aki amúgy nagyon uralkodó típus volt, olyan nőt vett feleségül, akinek nem lehet egy gyereke, és ezért azt gondolta, hogy viszonyt kezd más, nőkkel, majd feleségét arra kényszeríti, hogy fogadja örökbe a viszonyaiból született gyermekeit, és egyébként József anyja is egy ilyen gyerek volt. Szóval, mint ahogy mondtam, az anyja nagyon bántalmazó volt, gyakran megalázta és provokálta, ezáltal egyfajta értelmi fogyatékosságot alakított ki magának Fritzl, aminek a középpontjában az a vá vágya állt, hogy egy egész emberi lény felete felvegye az uralmat, és úgy érez, és, és úgy akarta érezni, hogy birtokolja és irányítja őt. Nem tudom, hogy ez mennyire világos. Remélem sikerül jól elmagyaráznom. Fritzl állítólag nem a neveltetését, hanem egy veleszületett gonosz mi voltát okolta a viselkedésért, a későbbi viselkedéséért, amely ellen egész életében küzdött, és sokkal rosszabb dolgokat akart volna csinálni, mint bezárni a lányát. Mert hogy a végén ugye ez történt. Szóval Fritzl egyébként ilyen alibi gyerekként jellemezte magát, aki igazából csak azért fogant meg, hogy anyja bebizonyíthassa a párjának, hogy nem steril. És beszámolója szerint az anyja annyira elhanyagolta őt, hogy amikor a második világháború bombázásai során egy menedékhelyre menekült, Fritz nem vitte magával, hanem egyszerűen csak ott hagyta a lakásban. 21 évesen feleségül vette Rózmérit, aki akkor 17 éves volt, iskolázatlan, és egy ilyen konyhai kisegítő képző iskolában tanult. Amikor Fritzl és Rózméri összeházasodtak, az anyja házába költöztek, és olyan peletykák keringtek, hogy ekkor a, már az anyját is fogva tartotta a padláson, de egy későbbi interjúban Fritzl elmondta, hogy ez nem volt igaz. De az biztos, hogy nagyon dühös volt az anyjára, mivel sosem érezte, hogy szereti, annyira nem, hogy amikor valamire szükségük volt, pénzre, vagy igazából bármire, mindig Rózméri beszélt az anyjával, mert Józsefnek sose adott semmit. József egyébként villamosmérnöknek tanult, és rendkívül intelligens volt, de éppen az intelligenciája és a találékonysága akadályozta meg abban, hogy komolyan vegye feleségét. Ő volt az, aki irányította Rózmérit, és úgy ámblok a házasságukat, és azt lehet tudni, hogy attól a naptól kezdve, hogy összeházasodtak, Rózméri rettegésben élt férjárnyékában, és szám talanszor meg is verte. Barátainak akkor elmondta, hogy attól tartott, ha elhagyja Józefet, akkor idővel a nyomára bukkan és megöli. Hét gyermekük született, és az egyik fiúkat egyszer olyan vadul megverte, hogy eltört az orra, de volt olyan is, hogy egyszerűen nem tudott kikelni a gyerek az ágyból, hogy iskolába menjen. Rózméri volt a tökéletes feleség József számára, mert csendes volt, visszahúzódó, naív, és ami a legfontosabb, fél Tőle. Nem volt saját akarata, megadta neki, amit akart, és nem volt útban. József bűnügyi karrierje azzal kezdődött, hogy nőket követett a parkban, mögöttük sétált és magához nyúlt közben. Egyszer az egyik nő megfordult és a szemébe nézett, és ez akkora hatással volt rá, hogy ezután abba hagyta ezt a nők Követését a parkban. Ezután kezdte el azt csinálni, hogy esti sétákra ment és megállt a nyitott ablakok előtt és hallgatta, hogy az emberek szexelnek. Egyszer egy ilyen estén betört egy lakásba és megerőszakolt egy nőt. 1967-ben másfél év börtönbüntetést kapott ezért a nemi erőszakért, de büntetését 15 év után valamiért törölték a rendőrségi nyilvántartásból. Nem tudtam megtalálni, hogy miért törölték, talán elévült, most talában nagyon. Sokat olvasok erről az egész elévülős dologról, úgyhogy hát lehetségesnek tartom, hogy azért, mert elévült. József egyébként villanyszerelőként kezdett dolgozni egy osztrák acélgyártó cégnél, majd később a betoniparban talált munkát, aztán pedig több ingatlant is vásárolt, amiket aztán kiadott. Mindig, amikor hazajött a munkából, a gyerekek barátainak azonnal el kellett hagyniuk a házat, és a gyerekeknek csendben kellett maradniuk, amikor egy szobában tartózkodott velük. Ha nem fogadtak szót, vagy elfelejtették mondani, hogy kérem, vagy köszönöm, akkor egyszerűen csak megverte őket. Elizabeth 11 éves volt, amikor először erőszakolta meg József, és állítólag nem sokkal ezután az erőszak után döntötte el Fritzl, hogy egyszer majd, mint szexrapszolga fogja fogságban tartani a lányát. Elizabeth a mai napig nem akar visszaemlékezni erre az időszakra. De miért pont Elizabethet választotta? József hét gyermeke közül ő volt a negyedik, és ő volt az, aki természetben leginkább hasonlított rá. Olyan makacs és erős volt, mint ő. Ha arra vágysz, hogy hatalmad legyen, akkor az akkora legjobb, ha egy erős ember felett sikerül hatalmat szerezned, és Fritzl erre vágyott. József ezután kezdte el tervezgetni a háza alatti börtönt, és az 1970-es évek végén végre hivatalos engedélyt kapott egy pince megépítésére. Összesen 8 ajtót kellett kinyitni, mielőtt elértek ebbe a helységbe. A bejárata a műhelyéből nyílt, és egy polcrendszerrel volt elrejtve. Az alaksor sok szűk folyósóból állt, amelyek több helységet kötöttek össze. Egy kis fürdőszoba is volt lent, valamint egy hűtő, egy főzőlap és egy ágy. Ő a király hívta ezt a helységet. Ha valakinek feltűnt, hogy épít valamit, akár szomszédnak, ismerősnek, hatóságoknak, mindig azt mondta, hogy egy óvó helyet épít. Fritzl azt nyilatkozta, hogy Elizabeth volt a kedvence az összes gyermeke közül, mert elképesztően csinos volt, és úgy tekintett rá, mint a tiltott gyümölcsre. Később azzal magyarázta a tettét, hogy Elizabeth nagyon önfejű gyerek volt, és próbálta megvédeni őt azáltal, hogy elzárja a külvilágtól. Nem akarta, hogy a drogokhoz és alkoholhoz nyúljon, hogy rossz társaságba keveredjen. Aztán 1984. augusztus 28-án József Fritzl odament Elizabethhez, a lányához, és megkérdezte, segítene e neki lent a pincében beemelni egy ajtót a keretébe. Elizabeth beleegyezett, és követte apját a pince mélyébe, amelyet hónapok óta épített. Beemelte az ajtót a keretébe, és ahogy megfordult, hogy távozzon, apja egy kloroformal átitatott ruhadarabot tartott a szája és az orra fölé, és Elizabeth elájult. Fritzl először összekötötte a karjait, majd a háta mögé kötötte egy vaslánccal, amit aztán az ágya mögötti fémoszlopokhoz rögzített. A nemi erőszak egy nappal a bebörtönzés után kezdődött. Fritzl az elején Tisztában volt azzal, hogy nem erőszakot követel a saját lányán, de idővel meggyőzte magát arról, hogy szeretik egymást. Azt mondta, hogy szereti Elizabetet. Feleségének tekintette, nem a lányának, de leginkább a tulajdonának tekintette. Két nap elteltével nagyobb mozgásszabadságot biztosított neki, a láncot a derekára erősítette majd körülbelül 6-9 hónapos bebörtönzése után eltávolította a fémláncot, mert az akadályozta a lányával való szexuális tevékenységét. Elizabeth azelőtt sokszor fenyegetőzött azzal, hogy elszökik. Nem egyszer cipelték vissza a családi házba a rendőrök vagy az apja, egyszer egy barátnőjével eljutott Bécsig. Így amikor Elizabeth egyik napról a másikra eltűnt, azt mondta barátainak és családjának, hogy elszökött, hogy csatlakozzon egy szektához. rosemary nagyon fáj amikor tinédzser lánya elszökött, de megkönnyebbült, amikor leveleket kapott tőle, és Elizabeth informálta őt, hogy biztonságban volt és boldogan élt. Fritzl gyakran a munkáját használta indokként, hogy ne fogjon senki gyanút, miért nem jön haza hosszabb időkig. Ezek alatt az eltűnések alatt valójában lent maradt elizabeth a pincében. Rosemary vakon hitt a férjének, Elizabeth később azt nyilatkozta a hatóságoknak, hogy nem gondolta, hogy édesanyja részt vett az emberrablásban és kényszerbe börtönzés. Az első négy évet teljesen egyedül töltötte, alig beszéltek az apjával. Többször megfenyegette Elizabeth, hogy ennél sokkal rosszabb dolgok fognak vele történni, ha nem működik együtt. Többször súlyosan megverte. Megalázó szexuális zaklatásnak is alávetette, többek között erőszakos pornográf filmek jeleneteinek újra játszására kényszerítette. József soha nem nézett a lánya szemébe, miközben megerőszakolta, és tudatosan kerülte a fogamzásgátlókat, hogy soha ne tudja elhagyni őt, mert úgy gondolta, anyaként többé nem fog hozzá vonzódni másik férfi. A bántalmazás súlyos, maradandó testi és lelki sérüléseket okozott Elizabetnek. A pince hideg volt és nedves. Patkányokkal volt tele, amelyeket olykor a puszta kezével volt kénytelen elkapni. A víz olyan nagy mennyiségben folyt le a falakról, hogy törölköző el kellett felítatnia. Nyáron a pince elviselhetetlen szaunává változott, ez volt az év legrosszabb időszaka. Volt ott egy fagyasztó, amit József megtöltött élelmiszerrel, amikor elutazott, és nyáron ez a fagyasztó gyakran kiolvadt, és a már amúgy is borzasztóan nedves börtön padlójára szivárgott. Joseph naponta többször is szexuálisan bántalmazta és megerőszakolta Elizabetet, aminek eredményeként 8 szor esett teherbe, de csak 7 babájuk született, mert első alkalommal 10 hetes terhesen elvetélt. Az első gyermeke Kerstin 1988-ban jött világra. A szülések mind orvosi segítség nélkül zajlottak. Hogy felkészüljön rájuk, apja fertőtlenítőszerrel, egy piszkos ollóval és egy 1960-as évekbeli szülésről szóló könyvvel látta el ez az Elizabeth, Elizabeth számára ez maga volt a pokol, de társaságot és életcélt adtak neki a gyermekei, és ők voltak azokai annak, hogy Elizabeth túlélte azt, ami vele történt. Ugyanis a babák születése előtt rengetegszer gondolkozott azon, hogyan is tudná elvenni saját életét. Ahogy a gyermekek születtek, Józsefnek ki kellett bővíteni a pincét. Egy medencét épített a kertbe, hogy elfedje a pinceteteit. És hogyha most belegondolok, hogy nyilván volt olyan, hogy az egész család kiment a kertbe és a medencében újra, Puszkált, és közben a medence alatt ott volt Elizabeth és a gyermekei, az borzalmas. Nagyon durva ebbe belegondolni. József ezután gyakran azzal fenyegette Elizabethet és gyermekeit, hogy ha megpróbálnak megszökni, akkor megöli őket. Elmondta nekik, hogy egy olyan rendszert épített ki a pincében, hogyha hozzáérnek az ajtókhoz, akkor egy szellőzőn vagy valamilyen szerkezeten keresztül mélyre kerül a pincébe, ami azonnal megöli őket. Az volt a büntetésük, hogyha nem viselkedtek úgy, ahogy József elvárta, akkor napokra, általában Tíz napra, kikapcsolta az áramot a pincében. Én olvastam Natasa kampus könyvét, nem tudom, hogy tudjátok, e ki az a Natasa kampus, nyolc évig tartotta a fogva egy őrült. És a könyvében nagyon részletesen írt erről az egész sötétség dologról, hogy mennyire elveszted az időérzékedet és ilyen mentális, uh, nem is tudom, hogy hogy fogalmazzam meg, de, de hogyha esetleg akartok erről olvasni, akkor ajánlom Natasha könyvét, mert abban nagyon-nagyon jól elír, uh, leírja, hogy milyen durva ez az egész, amikor nem, nem tudod, hogy, hogy, éppen milyen nap van, hogy hány óra van, hogy nappal van, vagy éjszaka, vagy hogy egyáltalán új nap van-e. Tehát ez, a, ez az egész sötétségben tartás, ez nagyon komoly uh, mentális problémákat tud okozni egy uh, embernek. József gyakran nem hozott neki Ételt sem, és éheztette Elizabetet és a gyerekeket is. De ezeket a vádakat József később tagadta, természetesen. Egy gyerekek közül háromnak, Kerstinnek, Stefánnak és Félixnek a föld alatt kellett maradnia, és soha nem látták a napvilágot a szabadulásukig. Később Elizabeth elmondta, hogy gyakran ezek előtt a gyermekek előtt bántalmazta őt szexuálisan. A három másik gyermek, Alexander, Liza és Mónika titokzatos módon jelent meg Fritzul és felesége Rosemary küszöbén, és Fritzul azt mondta az embereknek, hogy Elizabeth azért hagyta ott a gyermekeket, mert nem tudta volna őket felnevelni, és megkérte őket, hogy sajátjaként neveljék őket. Fritzul egyszer fel is hívta Rosemary telefonon, és úgy tett, mintha ő lenne Elizabeth, és mindezt anélkül, hogy felkeltette volna Rózméri vagy az osztrák hatóságok gyanúját én nem is tudom, hogy ezt, hogy, hogy hogyan nem vette észre Rosemary, hogy ott van egy felnőtt férfi, aki egy tínézser lánynak, vagy nem tudom, milyen fiatalabb lánynak próbálja magát kiadni. Telefonon keresztül is szerintem ez azért elég észrevehető lenne, szerintem. Nem tudom. József elvitte a leveleket, amelyeket uh, ugye Elizabeth írt. Persze csak azért írta meg őket, mert Fritzul megfenyegette őt, hogy hogyha nem írja meg ezeket a leveleket, akkor ki tudja, mit fog csinálni. Szóval uh, Fritzul elvitte ezeket a leveleket a hatóságokhoz, akik összehasonlították Elizabeth kézírását uh, régi füzetek és írások segítségével, és mivel nem találtak problémát, hagyták, hogy József és felesége hivatalosan is örökbefogadhassák ezeket a gyerekeket. Elizabeth szíve természetesen megszakadt abban, hogy oda kellett adni a gyermekeit apjának, de azzal is tisztába volt hogy azért kerültek azok a gyermekek a lakásba, mert rendszeres orvosi ellátásra volt szükségük. Az utolsó előtti terhessége Iker terhesség volt 1996-ban. Az egyik gyermek, Michael, nem sokkal születése után 1996-ban halt meg a pincében. Súlyos légzési problémái voltak, és édesanyja karjaiban ment el, amikor mindössze 66 órás volt. Fritzl később elismerte, hogy a csecsemő holtestét egy szemét égetőben el, de mindig tagadta, hogy felelős lenne a gondatlanságból elkövetett emberölésért, mert azt hitte, hogy túl fogja élni. Fritzl később azt nyilatkozta, hogy próbált rendesen gondoskodni mindkét családjáról. Vitt neki karácsonyfát, tankönyveket, akváriumot és még háziállatot is tarthattak. És akkor itt szeretném még megint csak beilleszteni ezt a kis felháborító szösszenetet. Az ügyvédje, József. Fritzul ügyvédje a tárgyaláson azzal viccelődött, hogy ugye volt ez a kanári, ez volt a házi állat, amit tarthattak, és azzal viccelődött, hogy a kanári túlélési képessége az bizonyítja, hogy a pince levegője mégsem lehetett olyan rossz. Egy penészes, dohos, miért? Miért viccelődsz viccelőd ügyvédként egy tárgyaláson ezzel? Szerintem ez undorító. Undorító. Illetve Ficcúl azt is mondta később, hogy olyan idilli napokat is töltöttek együtt, amikor József játszott a gyerekekkel valami videójátékkal, és közben Elizabeth ebédet főzött nekik. Egyszer maroknyi havat vitt a pincébe, hogy megmutassa a gyerekeknek, mi az a hú, de voltak olyan idők is, amikor József közel került a lebukáshoz. Egyszer találkozott a feleségével a szupermarketben, amikor élelmet vásárolt Elizabethnek és a gyerekeknek, de Rosemary látszólag észre se vette, hogy ott volt. Elizabeth és a gyerekek rémálmának végül 2008. áprilisában lett vége, amikor is Kerstin súlyosan megbetegedett. Görcsóhalmai lettek, és később kiderült, hogy ezeket a görcsöket a súlyos oxigénhiány és vese problémák okozták. Elizabethnek hosszú könyörgések árán sikerült rávenni az apja, hogy bevigye Kerstint a kórházba, ahol az orvosoknak azonnal feltűnt, hogy mennyire el volt hanyagolva ez a lány. Azonban az orvosoknak több részletre is szükségük volt ahhoz, hogy megfelelően el tudják látni Kerstint, de József ebben nem tudott segíteni. Elizabeth megint csak könyörgött az apjának, hogy engedje ki az alaksorból, hogy tudjon segíteni Kerstinnek, hogy válaszolhasson a, az orvosok kérdéseire, de ugyanakkor félt is attól, hogy a másik két gyermekét, Stefánt és Félixet egyedül hagyja a pincében. Joseph természetesen megfenyegette Elizabetet, hogy ha bármiféle turpisságra készül, akkor súlyosan meg fogja büntetni vagy megölni a pincében maradt két gyermekét. Amikor a kórház dolgozói meglátták Elizabetet, rögtön tudták, hogy valami nincs rendben. Bőre szürke volt, az a pár megmaradt foga rohadt, és a kinézete alapján a kora inkább közelebb volt az apja 72 életévéhez, mint az ő igazi életkorához, ami ekkor 42 volt. Mivel a dolgozók már akkor gyanakodtak, amikor Kerstin bekerült a kórházba, amikor meglátták, hogy milyen állapotban van Elizabeth, azonnal kihívták a rendőrséget. József ekkora már 72 éves volt, és belefáradt abba, hogy két családról kell gondoskodnia. Gyenge volt, betegeskedett, és már ki is találta, hogy hogyan fogja elengedni Elizabetet és a gyerekeket úgy, hogy senki ne jöjjön arra rá, hogy valójában mit tett velük. Másik oka annak, hogy szabadon akart engedni Elizabetet, az az volt, hogy valamilyen okból kifolyólag József nagyon megszerette az utolsó gyermekét, Félixet, és úgy döntött, hogy Félix fogja örökölni a vállalkozását és az ingatlanait. De tudta, hogy nem hagyhat rá semmit, ha a pincében marad, és nem jár például iskolába. Amikor a rendőrség kiérkezett a helyszínre, meglepve mondta nekik, hogy Elizabeth elhagyta a szektát, és megjelent a gyerekeivel az ajtójában. A rendőrök ezúttal nem hittek József sztoriának, és elvezették Elizabetet egy külön szobába. Elizabeth eleinte nem szívesen beszélt, csak amikor a rendőrök megígérték neki, hogy soha többé nem kell találkoznia az apjával, akkor nyílt meg. És akkor mindent elmondott. Annyira hihetetlen volt a története, hogy a következő szavakkal vezette be a történetét. Senki nem fog hinni nekem. Két órán keresztül mesélte nekik, hogy 18 és 42 éves kora között 24 évig fogságban tartotta a saját apja. Elmondta azt is, hogy rendszeresen megerőszakolta, és hogy Kerstin az ő lánya, és egyike annak a hét gyermekének, akik vérfertőzésből származó nemi erőszakból születtek. A pincében való megtalálása óta végzett első orvosi vizsgálata után az orvosok elmondták, hogy Elizabeth fogai borzasztó állapotban voltak. Neki és három gyermekének rengeteg egészségügyi problémája voltak, köztük D-vitamin hiány, vérszegénység és rossz testtartás. A D-vitamin hiánya angolkor, a napfény hiánya miatti alultápláltságot okozó betegséget okozhat, amely manapság ritkán fordul elő. Ennek eredményeként csontjai valószínűleg legyengültek és deformálódtak. A szűk hely, az alacsony mennyezet és a kevés mozgási lehetőség miatt Elizabethnek és gyermekeinek mozgási problémái is lehetnek. Kerstin a 19 éves lány kórházba kerülése után kómába esett. Kerstin végül felébredt a kómából, és hamarosan elhagyhatta a kórházat. A szociális szervek Lizát, Mónikát és Alexandert kiemelték a Fritzl otthonból, anya és gyermekei pedig hosszadalmas, évekig tartó terápián estek át. A pszichiáterek szerint a gyerekek felnőtt korukban nagyobb valószínűséggel szenvednek majd különféle pszichológiai problémáktól, beleértve az öncsonkítást is. Az orvosok leginkább a gyerekek kognitív és nyelvi fejlődése miatt aggódtak. A gyermekei állatszerű morgással kommunikáltak egymással. Elizabeth eleinte nem kérdőjelezte meg, hogy az anyja tudott-e bármit is arról, hogy mi folyik a ház alatti hangszigetelt börtönben. Egyszerűen nem tudta azt elképzelni, hogy bármelyik anya figyelmen kívül hagyna egy ilyen komoly büntényt a saját lányával szemben. A szabadulása után pár hónappal azonban egyre több furcsaságot tudott meg anyjával kapcsolatban. Például azt, hogy édesanyja kiállt Fritzul mellett, amikor 1967-ben elítélték nem erőszakért. És amikor börtönbe került, akkor inkább hazudott a gyerekeinek, és azt mondta nekik, hogy apjuk elutazott, és nem hagyta el Józefet. Ha édesanyja akkor ott elhagyta volna Józefet, akkor Elizabethnek később nem kellett volna végigmenni ezen a brutális 24 éven. Illetve később az a tény, hogy Rosemary nem volt hajlandó tanúskodni Fritzl ellen, csak okozta az Elizabethben felmerülő kérdéseket. Rosemary végül elvált Józeftől, és Egyedül élt egy linzi lakásban, és bár látogatta Elizabetet és a gyermekeit, a két nő között már nincs szeretet. A pszichológusok arra a következtetésre jutottak, hogy Rosemary, ha tudott is valamiről, vagy észrevett valamit, azt tudat alatt elfolytotta, és elzárta saját maga elől. rosemary soha nem kezelte gyanúsítottként a rendőrség. A rendőrség úgy véli, hogy a 200 négyzetméteres, később 450 négyzetméteresre bővített bunker a nyári hónapokban építette, amikor a felesége nem tartózkodott otthon. Josefett természetesen letartóztatták. Pszichológusok súlyos kombinált személyiségzavart és súlyos szexuális rendellenességet diagnosztizáltak Fritzlnél, bár elég épelmélyűnek találták a következő hónapokban kezdődő büntetőperéhez. Azt javasolták, hogy Fritzul élete végig maradjon pszichiátriai ellátásban, függetlenül a vádemelés eredményétől. A Fritzul elleni vádak a következők voltak gyilkosság, mert az 1996-ban elhúnyt csecsemő Michael orvosi ellátás hiánya miatt halt meg. Ez a vád életfogytiglani börtönbüntetést von maga után. Részvétel rabszolga kereskedelemben, mert 1984-től 2008-ig Fritzl a lányát, Elizabetet fogságban tartotta egy börtönben, szexuálisan bántalmazta és úgy bánt vele, mintha a személyes tulajdona lenne. Ez nagyon hasonló helyzet, mint hogyha rabszolgát tartott volna. Ha elítélik, a büntetés 10-től 20 évig terjedhet, nem ilyen Mert 1984. augusztus 30-a és 1989. június 30-a között Fritzl rendszeresen, szexuálisan bántalmazta elizabeth -et. A büntetés 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés is lehet. Itt azt nem találtam meg, hogy miért csak e között az idő két időpont között... Uh re vonatkozik ez a, ez, az, ez a vád, mert hogy ez csak 5 év, és 24 évig volt bezárva, és folyamatosan erőszakolta, nem tudom, nem találtam meg, hogy miért csak erre az 5 évre kapta ezt a vádat. Vérfertőzés. Ez szerintem magától értetődik, és akár egy évig terjedő büntetést von maga után, ami egyébként szerintem kevés személy szabadság megsértése. Mert Elizabetet és három gyermekét illegálisan egy börtönben tartotta fogva, ahol nem volt napfény és friss levegő. A vád egytől tíz évig terjedő börtönbüntetést von maga után. És végül értés, Mert Fritz többször is megfenyegette Elizabetet és három gyermeküket. Figyelmeztetésül arra az esetre, ha megpróbálnának szökni, a büntetés hat hónaptól öt évig terjedne. Azt tudni kell, hogy ekkor um, Ausztriában azokban az esetekben amikor egy vádlottat több ö, váddal vádolják meg, úristen, ez nagyon fura mondat volt, de remélem értitek, ö, akkor igazából a, a büntetést, az elítélt a legsúlyosabb bűncselekmény alapján kapja. Tehát, hogyha például most ö, például, ugye nem erőszakért jár mondjuk ö, 15 év, de gyilkosságért ö, életfogy, tiglani, és mindkettőt elkövette, akkor az életfogytiglanit fogják uh, figyelembe venni, és az alapján fogják, a legsűsabb vád alapján fogják elítélni az elítéltet, illetve a vád, vádlottat. Ezt kicsit túl komplikáltam, de <laughs> remélem értitek. Tehát végül 2009. március 19-én az osztrák bíróság életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte Fritzolt, amelyet egy pszichiátriai börtönben kell letöltenie, és 2024-ben feltételesen szabadulhat, de az azt mondta, hogy várhatóan élete hátralévő részét ebben a börtönben fogja tölteni. Úgyhogy reménykedjünk benne, hogy nem fog kiszabadulni. Vannak még felelhető információk Elizabethről és a gyerekekről olyanok, hogy ők elköltöztek, együtt élnek ugye egy nagy házban, és 2018-ban Elizabeth egyébként férjhez ment a testőréhez. Viszont én ezt a részét, ne, tehát ezt, ezeket az információkat nem nem gondoltam, hogy szeretném beletenni ebbe a videóba, úgyhogy igazából, hogy szeretnétek, akkor utána járhattok. Szerintem elég könnyű megtalálni azt, hogy ezután mi történt Elizabettel és a gyerekekkel. Úgyhogy hát ennyi is volt ez a, ez az eset. Remélem, hogy tetszett nektek, és remélem velem tartotok a következő videóban. Írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban, ha esetleg van, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!